Gyermekbarát közösségi tér kialakítására fordítják a jótékonysági bál bevételét a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A Gyertyaszentelő Boldogasszony napján megrendezett mulatságon idén közel 300 vendég vett részt. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola február 2-án tartotta meg a szülői munkaközössége és pedagógusai által szervezett bálját a Bocska István Katolikus Gimnáziumban. Az eseményt az iskola 8. A-osztályos tanulóinak palotás tánca nyitotta meg. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Kocsis Sándor, római katolikus plébános, majd a megjelenteket Gaspani Tilma Nedina intézményvezető köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta a család és a gyerekek lelkinevelésének jelentőségét, majd megköszönte a szülők és pedagógusok segítő munkáját. Elhangzott, hogy a tavalyi bálból befolyt összeg egy részéből bútorokat vásárolt az iskola. A fennmaradó összeget az idei bál bevételével kipótolva gyermekbarát közösségi teret szeretne kialakítani az intézmény. Az idei bál bevételével kiegészítve ezt az összeget szeretnénk most már megvalósítani az első udvarnak a játékosabbá és élhetőbbé tételét a gyerekek számára, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy óriási összegekről beszélünk, amikor ilyen kültéri gyerekjátékok vásárlásáról van szó. A műsor további részében a Harangvirág néptánc csoport lépett a színpadra, melyet a tantestület bodrogközi tánca követett, de táncos előadással készült az iskola mazsorett csoportja is. A rendezvény zárásaként a 8. A-osztályos tanulók bécsi keringőjét tekinthették meg a résztvevők, melyet a szülők és gyermekek tánca követett.